Kedves testvérek, közhely, hogy információs áradatban élünk, annyi hírt, annyi üzenetet, reklámot hall a mai ember, hogy alig marad néhány percig benne az a közlés, mert mindjárt kioltja egy másik. Ennél fogva az a régi mondás, hogy minden csoda három napig tart, az nagyon érvényes, hiszen a legnagyobb bűneseteket is mindig egy másik követi, vagy fölül is múlja, és elfelejtjük. Valamiképpen az ige hirdetés is erre a sorsra jut, hogy mennyi prédikáció elhangzik egy templomban, annak idején itt a hajósi fiatalságnak is sokat szóltak, beszéltek, és mi maradt meg belőle? Talán leginkább az, hogyha valami történetet, azaz példabeszédet mondtak. Azért az úgy előjön, ha még egyszer valamikor is fölidézik, hogy ezt mintha már hallottam volna. Az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy az ő ige hirdetésében példázatokat, történeteket kell mondani. Ha elévesszük a kortárs íróknak a könyveit, hiszen a klasszikus irodalom akkora már teljesen virágzásba borult, már a görögökön rég túl voltak a rómaiak, de a zsidóknak is nagyon nagy irodalma volt, hát a Talmud, az nagyon sok kötetet tesz ki, amelyben bölcs rabbik írásait, vagy szózatait, ige hirdetését jegyezték le, és hát mindig nem sokat tudnak belőle az emberek. És Jézus ezért példázatokat mondott. Nem csak azért, hogy a mostani evangélium tanítsága szerint egy prófétai jövendőlés teljesedjen, hogy példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől, hanem azért is, mert ha elvont dolgokat mondott volna, vagy jogi paragrafusokat, első hallásra meg se tudták volna jegyezni. És hát az egyszerű emberek pedig még olvasva sem tudták volna mindjárt megérteni. De azok a beszédek, amiket mondott, azok emlékezetessé válnak, így a mostani evangéliumi szakaszból is, akár a konkoly példabeszéde, a mustármagi, a kovászé, azért az érthetővé válik, csak talán most már még egy magyarázat kell hozzá, mert oda jutottunk, hogy mai fiatalok, én nem vagyok benne biztos, falusiak, városiról nem is beszélek, hogy mondjuk úgy a búzát, rozsot, árpát meg tudják különböztetni. Hát még a konkolyt, azt egyáltalán nem. Lehet azt hiszik, hogy ez a búzavirág az a konkoly. Egyébként a konkoly, ezt mostanság tudtam meg, hogy már az is védett növény. Ami régen ugye egy nagyon mérges növény volt, és ezért nagyon vigyáztuk arra, hogy bele ne süssék a kenyérbe, ki kellett szedni. De az Úr Jézus nem mezőgazdasági hasonlatot mondott, de azért az volt benne a nagyszerű, hogy a természet világából eljutott az Isten világához. Annak a képeiből eljutott a magaslatra. Talán egy teológus így mondaná, hogy a teremtésnek a teológiája, a teremtéssel foglalkozó hittudomány, és a megváltással,
Az üdvösséggel foglalkozó Isten igazságok összekapcsolhatók. Abból lehet példázatot hozni az Isten igazságra. És mit akar ezzel a konkoly példázatával mondani Jézus? Hát egy nagyon időszerű kérdést, amit mindig fölteszünk. Honnét van ez a sok rossz a világban? Miért van annyi háborúság? Miért van annyi veszekedés? Az ember egyre okosabbá válik, mert tagadhatatlan. Gyerekek úgy kezelik a kütyüket, hogy elámul az ember. De ugyanakkor iskola rendőrséget kell felállítani. Egyre okosabb a gyerek, és mondjuk azt, hogy egyre rosszabb. Egyre gazemberebb, mondjuk ki, mert megveri a tanítót olykor. Nem beszélve a társairól. Hát a felnőtt világ pont ilyen. Honnét van ez a sok rossz? Az ENSZ-be, az UNESCO-ba, Brüsszelbe, ott vannak a több diplomás politikusok, és nem tudják megoldani a világ békességét. Mindig van háború, mindig van valami elégedetlenség, most jön egy új barbárság nyugatról, mindent pusztítanak, törnek, zúznak. Mi ennek a magyarázata? Az ember ilyen genetikailag elfuserált lény? Hát az van a teremtés történetében, hogy látta Isten, hogy jó, amit teremtett. Minden nap végén úgy van a teremtés könyvében, hogy Isten látta, hogy jó. Hát akkor kérdezzük. És válaszol már az Ószövetség is. Hogy nem azt mondja csupán, hogy a rossz, a jónak a hiánya, hanem van a gonoszságnak is valami szellemi atya, de az nem olyan, mint az Isten. Nem egyenlő az Istennel. És ezt még ördögnek, sátánnak mondjuk. És a kinyilatkoztatás azt mondja, hogy azok a szellemi lények, amelyek Isten megteremtett, a szabad akaratok folytán egy része szembefordult az Istennel. Nem akart szolgálni az Istennek. És a gonoszságnak itt van a szellemi atya, amit mi a gonosz lélekhez kötünk. De ugyanakkor az emberben is benne van a gonoszságra való hajlam, már maga Szent Pál mondta, hogy látom a jót, és mégse azt teszem. Én ott a munkásokkal, akik nálunk dolgoznak, mindig hát szóval teszem nekik, hogy miért cigarettázik. Mondom, amit keres, annak egy részét aznap elcigarettázza, és tudom azt, hogy masszív alkoholisták is esténként, meg el is issza. És némelyik azt mondja, hogy igaza van, értsek úr. De nem tudom letenni. Tudom én. Elhatároztam. Már ötször. De nem tudom letenni. Honnét van ez? Mert biztos, hogy a szabad akarat először olyan volt, hogy lehetett választani. Aki elkezdte a cigarettázást, az nem biztos, hogy tetszett neki. Csak valami vonzott abba az irányba, később szenvedélyé vált. Az embernek a szabad akaratában is benne van az, hogy tudja választani a jót és a rosszat. És mondhatnánk azt, hogy Istennek megérte teremteni úgy az embert, hogy szabad akaratot adott. Miért? Mert ha megbénította volna a szabad akaratunkat, akkor robotok lennénk. Hát ma már ez is egy közhely, hogy szinte emberi feladatokat ellátnak a robotok. Legfejlettebb államokban a betegeket robotok látják el. Bemegy a kórterembe, kiadagolja a gyógyszert, mindent. Tehát azért abban nincs köszönet. Ha mi robotok vagyunk, akkor nincs bennünk szeretet. Akkor gépiesen teszünk valamit.
Márpedig a szeretethez szabad akarat kell. Hát minden nagy életfordulón megkérdezik, szabad akarattal jött-e ide? Házasságkötéskor, papszenteléskor, más alkalmakkor is megkérdezik, hogy szabad akarattal? Mert ha kényszerítve vagy, akkor nincs értéke. Az Istennek megérte szabad akarattal teremteni az embert. Úgy is, hogy benne volt a gonoszságnak a lehetősége. És arra mi legyen a reagálás? Hát itt van a példázat. Nem azt mondja a gazda, amikor mondják neki, hogy belevetették a konkolyt, hogy menjetek és rögtön pusztítsátok el, nehogy a pusztítás következtében még a jó búzaszem is elpusztuljon. Egy olyan világban élünk, amiben az agressziónak ördögi köre van. Valaki megtámadott valakit, visszaadta, megint visszaadta. Ennek sosincs vége. A háborúságoknak sincs vége, ha csak fegyverszünetet kötnek. A testvérek között sincs vége, ha egyszer egyik azt nem mondja, hogy hát végül is testvérek vagyunk, hát bocsássunk meg egymásnak, borítsunk rá fájtlat, kezdjük el. Mert amíg él, mindig fölhántorgatja egyik a másik hibáit, az meg visszahántorgatja. Sose lesz vége. Ugye ezt akarja mondani az Úr Jézus. Hogy hagyjuk a végére az Isten ítéletére. De az nem azt jelenti, hogy mindenre bólítsunk. Nem azt mondja, hogy amit ma a tolerancia világában mondanak, hogy mindent el kell fogadni. Hogy mindenféle visszás életformát, aberrált életformát fogadjuk el, mert mi toleránsak vagyunk. Hát az érsekségre már jönnek olyan írások, hogy kérem, hogy változtassák meg a nememet, a kereszteltek anyakönyvébe, mert én mostantól már nem nő vagyok, hanem férfi. Tény, hogy húzzák ki a nevemet. És hát kellett hozni egy döntést, hogy mi azt mondjuk, hogy mindenki azon a nemén van, hogy be van írva az anyakönyvbe, kereszteltek anyakönyvébe. Mert a világ már ilyen lett, és sorolhatnám számtalan módon, hogy fogadjuk el, hogy most Pride van, hogy most a homoszexuálisok ilyen orgiákat rendeznek az utcákon. Hát el kell fogadni, ők ilyenek. Hát valóban lehet, hogy természetünknél fogva van benne egy ilyen hajlam, na de hát azért ezzel nem kell hivalkodni. Tehát nem azt jelenti részünkről a türelem, mint a világban a tolerancia, hogy csak ne bántsa az én érdekeimet, felőlem azt értek, amit akartok. Nem. Ki kell állni az értékeink mellett. Azt meg kell valósítani. És amikor Jézus azt mondja, hogy hegyi beszédben, ne szállj szembe a gonoszszal. Hát hogy ne szálljunk szembe? Itt nem a gonosz lélekre vonatkozik, mert a gonosz lélek csábításait Jézus abban a pillanatban visszaütötte. Takarodj tőlem, sátán! Hanem a rossz embert próbáld meg először meggyőzni. Vagy valami olyasmit cselekedni, hogy elgondolkodjon, és ne ugyanazzal a gonoszsággal üss vissza. Ezt akarja mondani Jézus, hogy alakuljon. Amíg a természet világában nincs olyan, hogy a konkolyból sose lesz búza, az ember világában van olyan, hogy van megtérés. Van rá példa. Persze ahhoz akarni is kell. Az isteni kegyelembe bele kell kapaszkodni, és akarni is kell. Az előbb említett szenvedélyben lévő munkások, ha azért úgy imádkoznának azért, hogy hát Istenem, adj már erőt, hogy letegyem a poharat vagy a cigarettát, biztos, hogy kapna hozzá erőt. De ezt már nem teszi.
Tehát egyszerre a kegyelemnek és az emberi erőfeszítésnek is benne kell lennie. És az Úr Jézus azért mondta ezt, hogy hát az Isten országában ez van. Hogy egy ilyen világban élünk, hogy benne van a búza között a konko is, és ennek csak a végítéletkor lesz vége. Voltak olyan ideológiák, amelyek azt hirdették, hogy ők majd megjavítják az embert. Mert, mit tudom én, elveszik a vagyonát, vagyon egyenlőség lesz, megkapja kellő ideológiai tanítást, és kiformálódik az a kommunista ember, aki csak annyit veszel, amire szüksége van, de teljes erejéből dolgozik. Hát ez nevetség. Ezt mondták régen az ateista humanizmus drámájának, hogy Isten néki akartak jó lenni. Már pedig nem lehet. Erre tanít bennünket ez az egyik példázat, a másik kettőt most nem boncolgatom, a mustármagot és a kovászt, mert az a növekedéssel kapcsolatos, de minden esetre abból az a tanulság, hogy az is egyrészt az Isten kegyelme, hogy elvetik a magot, ott a liszt, de bele kell tenni a kovászt, kell fáradozni az Isten országáért, hogy az növekedjék, erősödjön, és lefordítva gyakorlatra az egyházunk ne kevesbedjen, hanem növekedjen. Szóljon hozzánk most ez a mai evangéliumi szakasz. Jézusnak van itt egy ilyen felszólító mondása a példázat végén, amit most mindannyiunknak szól, akinek füle van, hallja meg. Amen.